Következő kísérletünk tárgya annak vizsgálata, vajon milyen könnyű felrobbantani a metángázt. Metángázt ebből a laboratóriumi csapból fogjuk nyerni, és tulajdonképpen ebbe a konzervdobozba fogjuk beengedni, amelyiknek a tetején vágtam egy viszonylag nagy lukat. A metángáz könnyebb, mint a levegő, ezért fölfelé száll, fölfelé állított gázcsővel fogjuk tör. A sziszegő metán hamar megtölti a dobozt. Gázcsapot elzárjuk, ujjamat elhelyeztem, és meggyújtom a kiáramló gázokat. A kiáramló gázok égnek, a helyükre alul, a hurkapálca alatt betódul a levegő. Arra leszünk kíváncsiak, hogy a földgáz, amit van a dobozban, és a beáramló levegő gázkeveréke vajon mikor képez robbanó elegyet. És vajon mekkora hatással van. A gázláng egyre kisebb és kisebbé vált, és egyszer csak eléri azt a határt, amelynél bekövetkezhet a robbanás. Még mindig ég, hiszen látszik fölött egy kevés láng, és közben a helyére pedig betódult a levegő oxigén tartalmával együtt. Ennyi, nem túl nagy robbanás.